Köszöntöm nézőinket, Önök a Nagyítást látják a Pécs TV csatornáján. Ezúttal is egy ismert személyiség kevésbé ismert oldalát, oldalait ismerhetik majd meg, vagyis a pozíció a hivatás mögött megpróbáljuk megmutatni az embert. A Nagyításban igyekszem nem azzal beszélgetni, ami a vendégem, hanem azzal, aki. És ebben ezúttal is fényképek lesznek a segítségünkre. Vágjunk bele! Mai vendégem a Janus Pannonius Tudományegyetem közgazdaságtudományi karán, a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán és a Pénzügyi Számviteli Főiskolán szerzett diplomát. Határőrségi szolgálatát 1982-ben kezdte meg a zalaegerszegi határőrkerületnél, ahol 89-ig különböző beosztásokat töltött be. Később a zalaegerszegi határőri igazgatóságnál pénzügyi ellenőri, alosztályvezetői, osztályvezetői beosztásokban dolgozott. A pécsi határőri igazgatóságon 94-től gazdasági igazgató helyettesként teljesített szolgálatot. 2001. február 1-i hatállyal nevezték ki a pécsi igazgatóság élére. 2007. novemberétől pedig a Baranya megyei rendőrfőkapitányság vezetője. Nős, két lánygyermek atya. Mai vendégem Dalkos József dandártábornok megyei rendőrfőkapitány. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Jó estét kívánok! Főkapitány úr, volt egy olyan érzésem, hogy bár régóta ismerjük egymást, hogyha ebbe a műsorba és épp ebbe a műsorba épp önt beinvitálom, akkor egy kicsit majd murikálni fogja magát talán, vagy kéreti-kelleti magát. Lehet, hogy ez azért van, mert az emberben működik egyfajta olyan előítélet, hogy a fegyveres testületek vagy egyenruhás testületek, főleg vezetőbeosztású dolgozói nem szívesen lépnek a nyilvánosság elé a magánéletükkel. Ennek ellenére ő nem különösebben kérette magát, sőt, nagy örömömre, köszönettel vette a felkérést, és lám itt van. Köszönöm még egyszer a felkérést. Hát én azt gondolom, paradigmát váltottunk ebbe a kérdéskörbe is. Egy megyei főkapitány ugyanolyan állampolgár, mint másik 10 millió állampolgár. Én azt gondolom, hogy teljesen nyílt az életünk, mindennapokat élünk, tesszük a dolgunkat, kinek ez a hivatás, kinek az egy foglalkozás. Emellett azért megvan a magánszféra, az intim szféra, de én azt gondolom, semmi olyan extra dolog nincs, amit nem lehetne esetleg a közvélemény elé tárni. Azt én külön köszönöm, hogy nem egyenruhában jött el, bár az ön egyenruhája meglehetősen szemrevaló, tehát ez a dandártábornoki, nem is tudom, hogy mik kell ezek a sráfoknak. Igen. Ennek ellenére ugye ezzel is vélelmezem én, hogy azt csugolja, hogy ezúttal nem feltétlen főkapitányi minőségében ül itt. Hát én azt gondolom, beszélgetés nem csak arról szól, hát arról nap mint nap folynak történések, én azt gondolom, van az embernek egy másik élete is. Mert lehet, hogy kicsivel több, mint az élet egyharmada az, amelyik a munkahelyettől telik el. Én azt gondolom, mi beosztásunkban lehet, hogy ez feleződik is helyek közel a napi elfoglaltság mellett, de maradék idő az azt gondolom a családé, vagy valamivel nyilván eltölt az ember az idejét. Jó, hát a következő percekben megpróbálunk az ön életének ebből is, abból is, a szegmenséből is válogatni. Nézzük is talán meg rögtön az első fényképet, ami önről készült, ez egy családi fotó. Hát egy klasszikus négytagú családmodell, apuka, anyuka, nagylány, kisfiú. A szülők mivel foglalkoztak, hogyha kérdezhetem? Én falusi gyerekként nőttem fel, illetve 14 éves koromig. Egy nagyon kellemes gyermekkorom volt, gazdálkodtak, édesapám TSZ-elnök helyettes volt, édesanyám háztartást vezette, később dolgozott. Nővérem az pedagógus szakmában jelenleg is. Én az óvodásoknak azt hiszem, hogy a életével barátkozom, az a kisbárány, ami ott van a mellemen, arra nagyon büszke vagyok, és szerintem több testi kényszert is kivívott a saját magának, amikor azt valaki valamilyen formában bántás állapotába akarta tenni. Ja, hogy az ott az ön jele esetleg? Persze, természetesen, nem nagyon lehetett hozzányúlni. Ez ilyen óvodáskori fénykép volt, akkor szerint. 7 év van ön között és a nővére között. Ez ettől független azért jól kijöttek egymással? Az én bátyám 7 éve idősebb, mint én. Ütöttük, vágtuk egymást folyamatosan. Hát mi is a teljes külön egyékenyen árultunk, hogy így fogalmazzak. A 7 év azért az 7 évkor különbség. Mikor én pont ebben a 14-15 éves korban értem, akkor ő már a falunkba tanított, tehát ő egy kész nő volt ilyen szempontból. Hát én voltam a postás, a közvetítő, a szerelmi kapcsolatokat bonyolító, hát megfelelő barter kapcsolatokba léptünk, hát nyilván én itt a piacgazdaság törvényei szerint működtettem ezt a részét. Hogy emlékszik erre az időszakra? Tulajdonképpen hol jár? Most ön 2-3 éves volt ezen a képen, amint kisváltatva ismét majd megnézünk. Hányat írunk akkor? Hát vagy 63-at biztosan, 64-et. Én 1960-ban születtem, most vagyok 49 éves, közelítek az 50 felé. Hát érdekes visszanézni egyébként. Tehát eddig még nem is nagyon nézegettem vissza. Most se érzek semmit, hogy nagyon vissza kellene nézni, de most a fényképeket elővette az ember, azért érdekes gondolatok keringtek az emberben.
nagyon szép gyerekkorom volt, egy kimondottan szép gyerekkorom. Ez a falu, amit említett, ez melyik falu? Ezt Pácinnak hívják, ezt a települést, Sátoraljóhely mellett van, a Bodrog közben, közvetlen a szlovák határ mellett, víz és nagy-nagy természettel egyetemlegesen. Tehát én a gyerekkoromat ebbe éltem ki, tehát bricskával jártam gyerekkoromban, ilyen egy lovas fogat volt belefogva, tehát nekem nagyon szép gyerekkorom volt. Tehát én arról, hogy könyvet tudnék kérni, ilyen Regős Bendigo szindrómában éltem meg ezt az életet, nagyon rossz gyerek volt. Na ez az, hát az Regős Bendigo egy bűnrossz. Borzasztó volt. Hát én velem édesanyám az úton úgy indult el, hogy vagy előre mentem, vagy később követtem, mert velem egyszerre nem nagyon lehetett közlekedni. Valahogy genetikailag kódolva voltam, hogy ezek a lőfegyverek, tehát nyilván a csúsznénak hívták, különböző szerszámok, úgyhogy én mindig valamik ellen küzdöttem, de főleg az élővilág az, amelyik hogy vonzott. De az meg is illette? Tehát mit tudom, volt kis lépuska hát, is? Történtek ilyesmik, de főleg csúszdival, tehát mindenfajta vadra én felkészült állapotban voltam. Most én azt ki nem hagyom, hogy egy vezetőbeosztású rendőrtisztől valami olyan disznóságot ne kérdezzek, hogy mi volt ilyen emlékezetes diákcsíny? A műsor holnap reggelig nem fejeződne be, de... Hát egy olyan igazi nagy durranás. Na, többet is tudnék mesélni. Tehát lelőttem például a szomszéd galambját, mert nem tetszett nekem, mert túl szép volt a miénkhez képest. Nagyon egyedülálló volt, én addig bűvészkedtem vele, míg ezt a többi keringő galambok közül ki nem vettem. Vagy... A levegőben? A levegőből természetesen. Milyen eszközzel? Hát csúszdival, de csúszdival? Ez ilyen, hát nekem külön fegyverek voltak, patkósarok, gulyós csapágy, gömbölyű kövek voltak, mindenfajta vadra megvoltak a kiválasztott célszerszám. De nem volt kegyelem akkor az állat. Semmi esetese. Tehát... Jó, de azt azért nem lehet mondani, hogy nem szereti az állatokat, erről majd látunk. Én kimondottan szeretem őket, de akkoriban valahogy ez a vadász szenvedély, ez mondjuk úgy magával vitte az embert. És hát mint egy falusi gyerek azért ebbe élt. A következő képen is egy állat a főszereplő, pedig egy kutyus, itt a unokatestvérével van? Igen. A kutya mi tulajdonunk, csak szerintem itt leasingelte az unokatestvérem, és hát valamilyen nem tudom, hát többet kellett volna ezzel a kutyával foglalkoznom, egy morzsinak hívták, hát az Ózon Trógeres gyerek az meg én vagyok, szerintem ott is valami nem egészen van rendben a szemekkel, mert olyan elég érdekesen, tehát valami biztos törtem a fejemet. Amúgy a szülei ezt hogy viselték, hogy ön? Hát most úgy mondanák ezt, hogy hiperaktív, vagy túlmozgásos. Hát régen még azt mondták, hogy eleven vagy csintalan a gyerek. Jól tolerálták? Én nagyon rendben voltam egyébként a gyerekként. Édesapám egyetlen egy ujjal hozzám nem nyúlt. Tehát ha rám nézett, az elég volt. Hát a hölgyek azok próbáltak volna fegyelmezni, meg, de hát nem nagy siker volt ebben a történetben, mert én egy ilyen eléggé öntörvényű gyerek voltam, jártam a saját utamat, jártam horgászni, halászni, nem csak horgászni, halászni, de kerítés drótot lebontottam, amikor halászni kellett menni, úgyhogy a faluban, mit tudom, én azt csináltam, hogy akinek amennyi hal kellett, az vihetett. Tehát ilyen önkiszolgáló rendszer volt, tehát valami kommunafélét gondoltam én létrehozni ebbe a dologba, aztán. De ez az öntörvényesség azért nem egy rossz tulajdonság egy egyenruhás pályán. Én hát az általános iskolában, tehát én mondhatom azt, hogy vezető voltam ott is. Őrsvezető, úttörővezető, meg hát mit tudom, intézményesített formában, mi úgy volt, akkor focizni kellett mindenkinek, aki nem futballozott, azt elvertem. Tehát ez beletartozott ebbe a dologba. Rendben voltak a dolgok, de ez mellett meg a tanulásban is osztály első voltam, tehát nem volt ezzel gond. Valahogy a kettő így harmonizált bennem, vagy... Most ugrunk egy nagyot az idő menetében egy esküvői fotó következik. Ez az egyetem után, vagy még az alatt történt? Ugye 22 éves itt. Pontosan 22 éves vagyok. Hát mert itt az első tiszti beosztásomat elfoglaltam. Ez Alsószolnokon volt. A Vas, ez az nevezetes, ez a település, a Vasfüggőnek is itt volt vége. Tehát Rajkán kezdődött, Alsószolnokon volt vége. Ez a magyar-szlovén-osztrák hármas határ. Vend nemzetiségűek lakják. És hát olyan két hónap magány volt, tehát október 23-án volt egyébként az esküvünknek a napja. De szép külön, nap. Szép nap. Külön prioláltatni kellett a feleségemet, hogy elvehessem. A NASZ nép össze volt hívva 22-ére, pénteken kaptam meg az engedélyt, hogy végül is megnősülhetek, úgyhogy hát ilyen történések, ez most már ilyen történelembe illőnek számít. Ugye azt ígértem, hogy lehetőség szerint nem egyenruhás képet választok, de egyet mindenképpen kénytelen voltam beválasztani, és ez pedig a fényképen látható rituálé miatt van. Kérném, hogy nézzük is ezt meg. Ugye a fénykép jobb oldalára hívnám fel a kedves nézők figyelmét. Itt a valószínűleg elismerést vagy kitüntetést átnyújtó
tiszt jobb kezével kezet fog a kitüntetettel, és a mögötte állótól már a bal kezével mintegy vesz is el valamit, ugye? Hát ez egy rituálé, ez egy szabályos rituálé. Egy ez elkapott pillanat. Ki volt ezt találva? Ő egyébként a képen a kazai vezérő, nagy, aki nagyon alakias katonának számított. Ez a Kossuth Lajos katonai főiskola határőrszakán volt. Zászlósavatás, 77-ben volt ez egyébként ez a kép. Itt a második vagyok én a képen. Balról, igen, a második. Tehát ott ilyen 70-75 kilós versenysúllyal szerepeltem, hát most nyilván másfajta manifestekkel rendelkezik. Az hogyan van, hogy egy ilyen nagyon eleven, nagyon öntörvényű, mondhatjuk azt, hogy makacskonok, de jóra való gyerek, igen, egyszer csak úgy dönt, hogy egy olyan pályát választ, ahol azért az látható, hogy ezt le fogják törni. Tehát ez azért nem, tehát ott nincs visszabeszéd. Nem tudom, tehát mondhatom azt, hogy gyerekkoromban én úttörő határőr voltam, tehát a magyar-szlovák határ mellett voltunk, tehát olyan vízfolyások voltak, amelynek az egyik fele határőr, illetve a magyar terület, a túlsó fele az a szlovák terület. Ez a víz egy elválasztott egyébként, tehát ami most egy ilyen novumnak számít, a fele a miénk volt, fele a szlovákoké, vagy a Csehszlovákiának hívták akkor még. A határőrök azért tetszettek nekem mindig is, tehát akik a magyar oldalon. Láttam, hogy rendben van ruházatuk, fegyverük is volt. Ez egy ilyen ruha? A gyereknek biztos, hogy van. Benne volt ez a része is. Fegyverre, tehát éles fegyverrel jártak, meg is mutatták. Ők külön ilyen szakkörök voltak, tehát ott valami mozgott bennem, vagy valami ilyen tudatalattiba volt. És akkor középiskolás voltam, akkor egy ilyen véletlenszerű választás volt, hát előfelvétel is voltam a közgázegyetemre is, meg ez is, és fölmentük az egyik barátommal felvételezni. Őt nem vették fel, mert úttalpas lett, engem meg fölvettek maximális ponttal, és amikor otthon elmeséltem, hogy mi a történetnek a további folytatása, akkor édesanyám nem volt valami kellemes hangulatban, úgyhogy próbáltak lebeszélni, meg próbáltak mindent, de én mentem és megkezdtem. 18 éves nem voltam, amikor a főiskolát elkezdtem egyébként. Rá egy hétre lettem 18 éves. A nővéremnek akkor volt az esküvője is, tehát kísérővel engedtek el. Egy harmadéves főiskolás kísért el az esküvőre. Érdekes történet volt. A családban akkor ez nem nyert osztatlan szimpátiát el, hát nem, ez a döntés. Nem, próbáltak lebeszélni. Később azért volt olyan, hogy úgy érezték már, vagy érezték, hogy most már hát, megértik? Egy nagyon... Mert elég egyenes hívű és szép karrierje főiskola, van. A főiskola az úgy működött, hogy nálunk az első év a Szegeden volt. Egyfajta ranger kiképzést kapott, akit végzett, tehát aki ott megmaradt Szegeden az alatt az egy év alatt, abból valami lett, ezt bátran kimerem jelenteni. Olyan pszichés, fizikai terhelést kaptunk, hogy azt, aki bírta, az bírta, aki nem bírta, nem bírta. Az első fél év után én voltam az osztály első szakaszban. És édesanyám eljött az eskütételre, meg osztályi főnöki értekezletek úgy voltak, hogy mindenkinek a szerzett érdemjegyét kivetítették. Tehát annál ösztönzőleg nem hiszem, hogy valami hatott volna, hogyha valakinek az adott sorba kivetítik, hogy hát az ő gyereke az hogy áll. És édesanyám ott büszke volt rám, hogy első fél év után én osztály első voltam. Azt kezdtem elmondani az imént, hogy meglehetősen töretlen ívű pálya ez, bár helyileg nem ugyanott szolgált ezek alatt az évtizedek alatt, de gyakorlatilag ahogy azt kell előmenetelben, tehát bizonyos eltöltött szolgálati idő után, ön mindig lépett föl. Hát én azt hiszem, hogy az enyém egy klasszikus karriernek is felfogható ez a része. 37 évesen mezredes voltam. 42 évesen tábornok, tehát nem szokvány ez a része, és semmi extrát nem csináltam egyébként, ezt komolyan mondom, mint tettem a dolgomat. Tehát amelyik beosztásban voltam, én azt gondoltam, az a világ lehető legfontosabb dolga. Az, hogy én nyugaton 23 és fél évesen őrsparancsok voltam hadnagyként, a szomszédokban mindenhol alezredesek voltak, ez egy óriási kihívás volt. Mert hogy nem minden a rendfokozat, hanem a beosztás. Ez borzasztó volt a beosztás, tehát 6 kilométert őriztem 100 sorkatonával, ezzel a klasszikus vasfüggönyös korszakban voltam, én észak, hogy 5-6-szor kiugrottam az ágyból. De oda nem is engedtek akárkit, azért azt ott erősen megvizsgálták, hogy a nyugati határon. Ez egy komoly dolog volt, tehát ez egy óriási kihívás volt. Tehát aki ott sorkatonai szolgálatot letöltött, 27 hónapot, 24-et, az kimenve a civil életbe is megállt a helyét. És ezt a nagyon kemény, úgy fogalmazott, hogy ilyen ranger kiképzést, ami egy pszichikai és fizikai erős megterhelés. Ezt a módszert, vagy ezt a metódust, ezt ön most a saját beosztottaival szemben is alkalmazza, vagy most már egészen más szerek folynak? Hát ez más szerek folynak. Tehát nyilván sokat tanultam én ebből a dologból. Én azt gondolom, pszichésen, fizikálisan, mindenfajta szempontból megerősítették az embert. Tehát az, aki még egyszer mondom, ott átjött, az egy másfajta tűrőképességgel van megáldva. És én azt mondom, az osztálytársaim és évfolyamtársaim is, bár már csak hárman vagyunk aktív állományban lévők, a többiek mind nyugállományban vonultak. Ezek a nyugati évek nekem egyébként egy év másfél évnek számított. Tehát másfajta szorzóval is számolt.
Ez egy óriási kihívás. Tehát ön már nyugdíjba mehetne gyakorlatilag, ugye? Hát már elég régóta. No, erre visszatérünk. Állatokról volt szó, a következő képen egy ló látható, de nem tudom, mi a kép története, mert ez átsiklottam-e felett. Ezen a képen is én vagyok. Hát egy ifjú kiskuhanas lovas iskolában volt. A képzésnek a tematikájába be volt iktatva, hogy egy hónapig lovas iskolába kellett elmenni. Ott a lóval kellett ismerkedni, hogyan működik, mi a lónak a működési mechanizmusa tulajdonképpen. Ezeket végig kellett venni a teljesség igényével. Tehát ott nekünk ápolni, gondozni kellett, trágyázni kellett, etetni a lovakat. Minden határőrösön ló volt. Egy lószemlét, egy parancsnok meg kellett tudni tartani. Ennek egy külön szenáriója volt, hol kellett állítani a zabosládát, hogy kellett a lónak kinéznie, lépésbe, ügetésbe is. Mert ez, én egyébként Hanság villanytelepen egy ilyen zsoki gyerektől tanulgattam lovagolni. Ott volt egyébként halálfélelmem is, mert itt is azért a turpisság benne volt, hogy hogyan lehet árkot ugratni, hogyan lehet egyéb jellegű csintevéseket megtenni, de nagyon sokat tanultam. Ez nem volt ön nagy darab? Azért egy ló, mondjuk... Hát ez egy jéghegy nevű ló, nem felejtem el. Ez napjában engem háromszor biztos, hogy a fűrészporba leküldött, mert eléggé ez is öntörvényű volt, tehát ment körbe-körbe, megállt, én meg kirepültem belőle, de rendben volt, tehát meg volt ez a konszenzus, úgyhogy... Lovagol még? Ma is? Nem. Viszont focizik. Hát most még beállok az ilyen öreg fiúkba, tehát ezzel még nincs olyan edzéskényszer. Hát a 30 éves korom még én ezzel töltöttem. Na, mert erről is van egy képünk, egy zalaegerszegi csapat, vagy legalábbis a zalaegerszegi évekből származó csapat. A csapatmunka az fontos az ön hivatásánál? Egy olyan hivatásnál, ahol azért nagyon konkrét határozott hierarchia van, és aki annak a legtetején áll, az hát osztja az észt és a parancsokat. Ugyanakkor mégis, hát ugye azt mondják, hogy fontos a csapat szellem, vagy a csapat zászló, ugye csapatról beszélünk mindig. Hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? Én nagyon csapatpárti vagyok, de csapatkapitánynak lenni kell. Tehát anélkül én úgy gondolom, hogy nem nagyon működik a rendszer, lehet, de hát nem akarok most ennek a vezetés elméleti aspektusaiba belemenni. Egy csapaton belül is van, aki az irányító szerepkörbe játszik. Egyébként nagy pályán is érdekes, nem tudom miért, középső középpályás voltam. Én nem az az esekkelek típusú gyerek voltam, hát itt is 75-80 kilóval voltam, meg elég, tehát valamennyi sportágban én, ami ahol gömbölyű volt, labda volt, de hadseregbajnokságban, katonai háromtusában is, tehát rendkívül nagy erőnlétte volt az ember megáldva sportágak révén. Ugyanakkor van egy időtöltés, hobbi, szerelem, sport, majd ön elnevezi, vagy eldönti, hogy minek nevezi, ez pedig lenne a horgászat, ami nem kifejezetten egy csapatjáték. Hát valahol le kell vezetni. Tehát ez a horgászat nekem, ez gyerekkorom óta meglévő, mindig is megvolt ez a hobbi, míg a sport megvolt, akkor egy kicsit másfajtaképpen álltunk ez a dologhoz. Ez nagy szenvedély. Tehát máig tartó nagy szenvedély, meg gondolom, hogy ez hátralévő időszakra ez meg fog maradni. Nagyon sok siker van, én nagyon nagy tiszteletbe tartom például a halakat. Nagyon szerettem, nekem halba is például hal az első kaja, meg a víz, meg úgy vagyok összerakva is, hogy a kezem, lábam ki van a vízből, akkor is nem süllyedek el. Nem süllyedek el. Tehát. Mi a kedvenc a horgászmódszer? Felekezik? Perget? Én az úszózik. Tehát békés hal az úszózás, nyilván úszóval fogdozok, meg minden békés halat, tehát azzal, de egy botta mindig ragadozó halra horgászok, tehát nálam a süllő az, amelyik ugye a halpiramisnak a hegyén áll, és a tavaly évben jó élményeim voltak, hogy nagyon szép. Mi a legnagyobb fogása? Most nem drogfogásról beszélünk. Ja. Süllőben ez ilyen 5 kiló fölötti volt, tehát ez már gyönyörű szép példány volt. Harcsában is ilyen 7-8 kilósat fogtam. Pontban volt, amikor fogtam egy reggel egy 10-60-as, meg egy 12-60-as pontyot, tehát ez 2001. július 6-án volt. Ezeket a napokat nem felejti el az ember, tehát ez olyan élmény volt. Hogy... Megharcol az ember a hallal? Vagy akkor jó a horgászat? Ez egy tisztességes küzdelem. Tisztességes küzdelem. Én azt gondolom, hogy itt valakinek győzni kell ebbe a dologba, tehát vagy a hal tud az én eszemen túl járni. Ha egy 3 napot üresre megyek, akkor ez egy kicsit úgy jobban viszi az orromat előre, hogy talán valamit majd találjon ki, már valami turpisságot, úgyhogy ez egy ilyen. A fegyverekről beszéltünk, illetve arról a vonzódásról, ami önben már kiskorában megvolt a fegyverekkel kapcsolatosan. Hát itt valahogy egy egész fegyver arzenál látható a bal oldali felső képen. Hát ez elég intim fegyver arzenál, itt éppen Írországban vagyok, 2002-ben voltam kint egy hónapot. Ez az ír rendőrségnek az egyik fegyverraktára, az írától lefoglalt fegyvereket tartják itt, hát egy részét tartják itt tulajdonképpen, itt ezeket éppen a rendőr kollégákkal megszemléltük annak idején. Hát van ott páncélököltől kezdve géppisztolyig. Minden. Ilyenkor döbben rá az ember különben, hogy
az ETA-ról van szó? Tehát a szeparatista szervezetről, hanem az IRA-ról. Az IRA-ról van szó. Ezeket külön is tárolták, ezeket a fegyvereket, járműveket külön tárolták, és ebben benne volt ebben az intézmény, nem is beszélgettünk erről a kérdésről. Nem is illett előhozni ezt a kérdést. Az alsó képen viszont, hát én nem tudtam eldönteni, hogy valakivel nagyon jóban van, vagy szkanderoznak. Mert ugye így van valahogy a kezük. Jó barátságban vagyunk, ő egyébként Somogy megyei főkapitány, most a Merganc ezredes úr. 2002-ben ő se tudta, hogy én leszek majd Baranya megye főkapitány, én se tudtam, hogy ő, akkor ő a kommandónak volt a parancsnok, a jó barátságban vagyunk máig is. Itt éppen egyébként egy Sándor József napot ünneplünk a magyar rendőrökkel, tehát akik a küldöttségben részt vettek, hölgyek, férfiak, 12-en voltunk én egyébként. Főkapitány úr, nem hiányzik a terep munka? Önt ilyen jövő menőszerző mozgó intézkedő emberkének ismerjük, miközben majd a következő képen látszik, hogy a tevékenységének a jelentős része miből áll ki. Előadásokat tart, prezentációkat tart, eligazításokat tart nagy tömeg előtt. Nincs néha olyan érzése, hogy annyira jól fociztam, hogy azt mondták, hogy én legyek az edző, és ezért azt elvették tőlem a lasztit? Ütőerre van tartva a kéz. Tehát minden pulzálás, ami van a megyében, az naponta most egy óra, másfél óra, de reggelente a kollégák képbeállítanak a teljesség igényével. Olyan van, akkor azonnal nyilván hívnak, hogyha különböző dolgot vagy ügyet kell rendezni. Lehet, hogy többet kellene vele foglalkozni, de ez egy nagy vállalat, hogy így fogalmazzak, ez a megyei főkapitányság. Több mint 1500-an vagyunk, 1500 fajta problémával, 1500 fajta megoldandó rejtéllyel, gazdálkodással, szakmai kihívásokkal, nincs két egyforma nap, mindig új helyzetek teremtődnek, tehát mindig valamit meg kell oldani. Jó, én ezt megértem, hogy önnek ott van most éppen a helye, ahol van. Tehát önnek nem az utcán van az intézkedő rendőrök között a helye, de nincs mégis néha olyan nosztalgiája, de kimennék a fiúkkal, meg de intézkednék. Egyszerűbb lenne. Én 7 évet azért kevesen mondhatják el, hogy 7 évet gumicsizma volt a lábán, és tényleg azt mondom, hogy az első lépcsőbe tudta eltölteni az idejét, én azt nagyon szerettem. Tehát nagyon szerettem. Nagyon sok siker volt, nagyon sok eredmény volt, nagyon jó kollektívákat lehetett összekovácsolni. Egy gyorsan általában olyan 60-100 fő volt, mindenkinek ismertem a problémáját, tiszteltük egymást, máig is, ha találkozunk, nyilván óriási tisztelettel. Vannak ma hadnagy vagy a főadnajelvtárs felé, tehát ezek bennem ilyen nosztalgikus élmények. De menni kellett előre, tehát itt nem volt más megoldási mód, úgyhogy én azt hiszem, hogy jó döntés született akkor is, amikor feladtam ezt a részét, talán egy kis pályamódosítás is bekövetkezett ebbe a dologba. Igyekszem azért a testközeli érzéki vizsgálatot végrehajtani, múlt héten valamennyi kapitányságon végigmentem, hogy tájékozódjak. Parancsnokokkal külön leültem, beosztott állománnyal is, tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy áttételek nélkül tudjak direkt információkat szerezni, ez sokat jelent erről, nem is mondtam le eddig se, meg ahogy tehetem, én azért kimegyek körülnézni a birtokon egy kicsit. Azt mondta nekem egyszer, hogy nehéz lesz majd olyan képet találni, fényképet, amin ön nem zordarc kifejezéssel vagy szigorúan nézve, hogy az ismerőseim is mindig azt mondják. Ehhez képest ezt a mai műsort is végig mosolyogta, és az utolsó kép is, amit majd meg fogunk mutatni, nyilván nem véletlenül, de mosolygós kép önről, hát mosolyokat is van miért, hiszen három gyönyörű hölgyel mutatja önt. Ő a családom, vagy ők a családom, mellettem az Eszter lányomnak épp a diplomosztója volt, jogi egyetemet végzett, a másik mosolyog, mindenki mosolygós, nem tudom, ilyen mosolygós állapotban vannak. De nem baj az. Zsófi, ő gyógytornász, feleségem pedig ő is egy ilyen szomorkás típusú, tehát ez alaphangulatban, én azt gondolom, ők a támasz ebbe a kérdéskörbe, bár most éppen ilyen szomorkodás előtti állapotban vagyok, hogy mind a ketten elköltöznek, úgyhogy a mamával majd fogócskát játszunk itt a lakásban is, meg kinti birtokon is. Hát megoldjuk, valahogy nagyon nagy ragaszkodás van egyébként mindegyikünk részéről, mindegyiki irányába. Tehát itt egy barátnői kapcsolat van a lányaim meg a feleségem között, de hát én is azt hiszem, hogy nagyon sok intim kérdésről képbe vagyok állítva. Hát biztos szomorúság az, hogy elköltöznek, de hát az azt is jelenti, hogy előbb-utóbb majd nem a lakásba kell fogócskázni, hanem majd az unokákat lehet kergetni. Na most erre vágyom már. Ezt közöltem mind a két lányom, hogy arra felkészülnek, hogy mindegy, hogy fiú vagy lánygyerek fog születni, de én azt helyre fogom rakni. Tehát ami bennem van, azt valamilyen formában utódlás állapotában én igyekszem majd genetikailag átkódolni. Egy régi csúzlit nem ártott volna megtartani és odaadni. Hát itt voltak gyerekek nálunk nyaralni ma most a nyári időszakban, meg a szünetekben. Én azt hiszem, hogy amit meg lehetett tenni az ügy érdekében, én azt megtettem. Elég volt a gyerekeket visszaterelni a normális kerékvágásba, úgyhogy...
Van még olyan, amit a pályáján, vagy a magánéletben, vagy a horgászatban, vagy bármilyen szegmensében az életében még szeretne mindenképpen elérni, amit mégis egy ilyen nagy cél? Teljesen rendben vagyok. Családilag rendben vagyok, munkahelyileg rendben vagyok, elismerésileg rendben vagyok. Én egy teljes pályát megfutottam, tehát ezt nem hiszem, hogy amikor az ember ezt a pályát megkezde, akkor reálisan lehet ezt prognosztizálni, hogy fog az embernek az élet alakulni. Én azt gondolom, nagyon sok mindent tenni is kellett, ennek érdekében borzasztó kihívások voltak. Valahogy úgy adódott az egész életem, hogy mindig a sűrűjében voltam. És mindig középen voltam, és mindig úszni kellett. 10. éve az ember első számú vezető. Aki ezt nem csinálta, vagy mindig a motorkerékpár hátsó ülésén ült, és úgy a szélárnyékban azért lehetett lenni, az nem tudja, hogy ez mivel jár. Ez egy akciófilm akkor az ön élete. Ez egy borzasztó történet. De ha ez egy akciófilm, akkor azért még csak nincs itt a stáblista. Nincs semmi. Tehát teljesen rendben van. Úgyhogy. Múlt évben aláírtam éppen 5 évet, még hogy maradok. Hát ameddig hozzá tudok tenni a dolgokhoz, úgyis észre fogom venni, hogyha valami nem úgy működne, mint hogy működni kell, de olyanok a visszajelzések is, hogy én azt gondolom teljesen rendben van a Baranya-megyei főkapitányság, teljesen rendben van mindenfajta körülmény. Azt kértem itt a kollégáktól is, hogy mindenki tegye a dolgát tisztességgel, akkor nagy végességben leszünk, úgyhogy az egyén érdek meg a szervezeti cél is biztos vagyok benne, hogy tud harmonizálni. Ebben a műsorban viszont hamarosan következik a stáblista, mert a végéhez értünk. Főkapitány úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm hozzá az érdeklődést. Köszönöm még egyszer, hogy eljött. Nézőinknek pedig azt köszönöm, hogy velünk töltötték ezt a fél órát. Ha tehetik, nézzenek minket legközelebb is, és ne feledjék, műsorainkat megtekinthetik a Pécs TV honlapján is. És legyenek mindig kíváncsiak. Viszontlátásra!